köszönt a nézőinket. Önök a Tolna Táj Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Indul a fűtési szezon, érdemes ellenőriztetni a kéményeket és fűtőberendezéseket. Egyre hűvösebbek az éjszakák, sokan keresik fel a hajléktalan szállót Szekszárdon. Specializált gép és járműgyártás, Dombóváron is bemutatkozott a Tolna megyei ágazati képzőközpont. Már a levegőből is figyelik a szabálysértőket, drónokat is használt a rendőrség az országos közúti ellenőrzésen. Idén már 15 alkalommal riasztották szénmonoxid mérgezéshez a Tolna megyei lánglovagokat. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője azt mondja, a fűtőberendezéseket évente át kell nézetni szakemberrel, ahogy a kémények ellenőrzésére is időt kell szentelni. Ez életet menthet. A szakemberek tapasztalata ugyanis az, hogy a kéménytüzek többségét a karbantartás, azaz a kéményseprés elmaradása okozza. Az egyre hidegebb éjszakák és nappalok miatt sokan előbb elkezdenek fűteni otthonaikba, mint ahogy a téli szezon elindulna. De mielőtt a konvektor, a kályha, a gázkazán vagy a kandalló beüzemelése kerülne, érdemes a szakemberrel ellenőriztetni. De a kémények rendszeres tisztítatása és karbantartása is több szempontból lényeges. Egyrészt a szénmonoxid mérgezések egyik fő oka a nem megfelelően karbantartott kémény, valamint kéménytüzek okozója is lehet az elhanyagolt kürtő. Most teszem azt, egy vizes, akár fa is okozhatja ezt, vagy festékanyagot tartalmazó fa, illetve hogyha nem a megfelelő tüzelőanyagot választjuk, tehát maximálisan kerülendő például a különböző műanyagok, a különböző festékanyaggal kezelt éghető anyagoknak az eltüzelése és ilyen módon történő megszabadulása, mert ezek sajnos majd a kémény falában lerakódnak, tehát korom, rosszabb esetben pedig kátrány is képződik. A kormot, hogy azt még a kéményseprők meg tudják tenni, hogy ezt eltávolítsák. Amit fontos észben tartani, hogy a kéményseprő nem jön automatikusan a családi házakba, tőlük időpontot kell kérni, még a tüzelés megkezdése előtt. A 1818-as telefonszámon ezt meg is tudja tenni a lakosság, itt a 9.1-es menüpont alatt tud érdeklődni, tehát ezt meg is lehet így rendelni, ez ingyenesen lehet élni ezzel a kéményseprési lehetőséggel. Azok a lakások vagy családi házak, ahová például egy vállalkozás lenne bejelentve, ott pedig a közületi szolgáltatók azok, ahol igénybe tudják venni ezt a szolgáltatást, ott már másik feltételek járnak, tehát itt a lakosság, tehát a lakosság a családi házaiknál ezt igénybe tudja ingyenesen is venni. A szakember azt tanácsolja, hogy a fűtőeszköz és a kémény kialakításánál, valamint a komolyabb karbantartásoknál is hívjunk hozzáértőt. Ha valami meghibásodást találunk, semmi esetre se kezdjük el házilag barkácsolni. Bízzuk ezt azokra, akiknek ez a munkájuk, hiszen itt számos balesettől és kellemetlenségtől megóvhatjuk magunkat. Külön kell igényelni a nagycsaládosoknak járó gázárkedvezményt, ez nem jár nekik automatikusan, hangsúlyozta a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke kedden. Kardosné Gyurkó Katalin azt mondta, az igényléshez szükséges dokumentumot az Államkincstár honlapjáról lehet letölteni, majd be kell adni a kormányhivatalhoz. Az elnök közölte, több mint 300 ezer nagycsaládos él Magyarországon, miközben eddig csupán 30-40 ezeren jelentkeztek gázártámogatásra. Kifejtette, az számít nagycsaládosnak, akinek legalább 3 gyermeke van, és kap családi pótlékot. Kardosné Gyurkó Katalin elmondta azt is, a kedvezményt folyamatosan lehet igényelni, ugyanakkor a kormány által bevezetett ástop december végéig van érvényben, ezért javasolt, hogy az érintettek minél gyorsabban töltsék ki a szükséges dokumentumot. Hivatalosan is nyilvántartásba vették a november 13-ai szekszárdi időközi választás első két jelöltjét. Erről kedden délután döntött a helyi választási bizottság. A négyes körzetben így Szollár Zoltán indul a Fidesz-KDNP színeiben, míg Jantner Lászlóné az Éjjel Szekszárd Egyesületet képviseli majd a voksoláskor. Szollár Zoltán múlt héten tartott sajtónyilvános bemutatkozót. Akkor azt mondta, egész életében a körzetben élt, ezért mindenki másnál jobban ismeri az ottani emberek igényeit. A programját is velük közösen alakítja ki. A választási eljárásról szóló törvény alapján a múlt szombattól vehették fel az ajánlóíveket az indulni szándékozók, és kezdhették gyűjteni a jelölt állításhoz szükséges aláírásokat. A választási irodától a szombati nap folyamán 3 jelölő szervezet képviseletében érkezett meg a jelölt, hogy elvigye az ajánlóíveket. Közülük ketten a szombati nap folyamán már vissza is hozták. Ugye a választási iroda vezetője még szeptember 9-én megállapította, hogy a jelölt állításhoz 28 ajánlásra van szükség. Ezeket az visszahozott ajánlóíveket a szombati nap folyamán a kolléganőm le is ellenőrizte.
Mindenhol az ajánlásoknak a többszörösét sikerült összegyűjteni, a jogszabályban foglalt feltételeknek megfeleltek az ajánlások és a benyújtott nyomtatványok is. A hűvös időbe köszöntével egyre többen keresik a nappali melegedőt, éjjeli menedék helyett népkonyhát és az átmeneti szállót is a Szekszárdi Hajléktalan Segítő Szolgálat intézményében. Az összesen 31 ember elszállásolására alkalmas épület egyes részeiben 0-tól 24 óráig folyamatosan tartózkodhatnak a rászorulók. A hidegebb időbe köszöntével egyre többen keresik fel a hajléktalan szállókat, ahol meleg ételt és szállást kaphatnak a betérők. A Szekszárdi Hajléktalanok átmeneti szállója összesen 31 főt tud befogadni. Ebből a férfi átmeneti szálló 6, a férfi éjjeli menedékhelyen 20, a női éjjeli menedékhelyen pedig 5 rászorulónak tudnak segítséget nyújtani. Hát intézmény korábbiakhoz hasonlóan 5 szakfeladattal próbálja segíteni a hajléktalan személyeket nappali melegedővel, népkonyhával, utcai szociális szolgálattal, éjjeli menedékhelyen és átmeneti szállóban. A betlakásos férőhelyeinket tekintve a hölgyek esetében már elértük a teltházat, a férfiak esetében 1-2 üres helyünk azért még rendelkezésre áll. A nappali melegedőt minden rászoruló igénybe veheti. A népkonyhán melegételt biztosítanak a betérők számára. Igény esetén pedig munka és lakhatás keresésben is segítséget nyújt az intézmény. Én azt gondolom, hogy mindenképpen fontos az, hogy a hajléktalan személyekkel kapcsolatban egy pozitív, empatikus segítő magatartás legyen az utcaemberével kapcsolatban, az utcaembere fejében. Tehát kevésbé az elutasítás van elég baj annak a szerencsétlen embernek, aki ilyen helyzetbe került. Az intézményt meleg ruhákkal, takarókkal és tartós élelmiszerekkel is lehet támogatni. Mindegyikre nagy szükség van, hiszen a közterületen lévő hajléktalanoknak is próbálnak segítséget nyújtani. A munkahelyek megőrzése érdekében a kormány kis és közepes vállalkozások számára célzottan indítja el októberben a feldolgozóipari KKV energiaköltség és beruházás támogatási programot, mondta a Technológiai és Ipari Minisztérium iparért és munkaerőpiacért felelős államtitkára kedden. Kutnyánszki Zsolt hozzátette, a program első eleme 75 milliárd forintos kerettel a magyarországi feldolgozóipari vállalkozások energiaköltség növekményének kompenzálására szolgál. A második elem tartalmazza az ugyanennek a célcsoportnak szánt energiahatékonyság növelő beruházások támogatását. A programban azok a magyarországi székhelyű, tavalyi beszámolójuk alapján KKV-nak minősülő cégek vehetnek részt, amelyek 2021-ben teljes lezárt üzleti évben rendelkeznek. A magyarországi autóipar az idei év első 7 hónapjában 13%-os növekedés után elérte a 6600 milliárd forintos termelési értéket, és reális esély van arra is, hogy a recessziós környezet dacára elérjük a 10000 milliárd forintot, hangsúlyozta a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető rámutatott, hogy Magyarország az autóipari modernizáció egyértelmű európai fellegvárává vált. Hozzátette, 2010-ben 3600 milliárd forint volt az ágazat termelési értéke idehaza, tavaly pedig 9300 milliárd forint. Az ágazatban 150 ezer ember dolgozik ma, és 90%-os exporthányaddal rendelkezik, amellyel a világ autóipari exportranglistáján a 19. helyen szerepel. Drágul a szekszárdi közterületen kialakított magánparkolók ára. Személyi autóra az eddigi 400 ezer helyett 1 millió forintért igényelhetnek ilyet a helyiek. Erről döntöttek a Megyei Jogú Város Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának tagjai. A teherautók vagy buszok parkolóinak kialakításáért ezentúl darabonként 1,5 millió forintot kell fizetni. Egy másik napirendi előterjesztés pedig arról szólt, hogy legyen fizetős parkoló a Holub és a Hunyadi utca közötti kereszteződés, mert a munkahelyekre érkezők közül sokan ott állítják le autóikat, és így az ott lakóknak nem marad hely. A Grandum járműipari ágazati képzőközpont mutatkozott be Dombóváron, ahol a duális képzés partnerei a Tolna megyei szakképzési centrum kancellárától kaptak tájékoztatást a 270 millió forintból megvalósult képzési hellyel kapcsolatban. A januárban 2016 tanulóval indult képzőhelyen mára 60-at is meghaladja a résztvevők száma. A Szekszárdon 270 millió forintból megvalósított ágazati képzőközpont ismertető rendezvényére invitálta a duális képzésben partnervállalkozások képviselőit a Tolna megyei szakképzési centrum Dombóváron. Bemutatom azt a munkát, ami hát valamikor most már 4 évvel ezelőtt indult.
hogy a tervezéstől hogyan jutottunk el odáig, hogy egy működő céget csináljunk, és ez a cég úgy tűnik, hogy most már, hát nem úgy tűnik, 9 hónapja működik, tehát több vagy több mint 9 hónapja működik, és az első tapasztalatokról is szeretnék beszámolni, mert most számunkra ez azt jelzi, hogy ez egy sikertörténetté tud válni. A megyében több helyszínen is készül hasonló rendezvényel a szakképzési centrum. Arra törekedtünk, hogy azokon a helyeken, ahol a centrumnak iskolája van, ott mindenképpen legyen, azokon a helyeken, ahol erős a duális partnerség, erős az önkormányzat és a vállalkozók közötti kapcsolat, mindenképpen mutassuk meg ezeket a lehetőséget, így jöttünk Dombovárra is. A projekt fő célja, hogy a központban elektromos és hibrid technológiák terjedéséhez alkalmazkodó, a régió lakossági és vállalkozói igényeinek megfelelő szakembereket képezzenek. Magyarország számára kiemelten fontos a vízes élőhelyek és a vízi madarak védelme. Ezt évtizedek óta számos intézkedéssel igyekszünk biztosítani, mondta Semjén Zsolt. A miniszterelnök helyettes az afrikai-eurázsiai vándorló vízi madarak védelméről szóló megállapodás megnyitóján hangsúlyozta, Magyarország 2003-ban csatlakozott a megállapodáshoz, ennek hatálya alá 253 vízi madár tartozik, köztük számos hazánkban is fészkelő vagy itt átvonuló faj. Semjén Zsolt szólt arról, hogy a már a hazai természetvédelem első lépése szorosan kötődött a vízimadarak védelméhez. Kitért azokra az elmúlt évtizedekben tett intézkedésekre, amelyeket Magyarország a nagy kócsak védelmében tett. A 20. század elejére a kipusztulás szélére jutott vándorló vízimadár állománya ezeknek köszönhetően megerősödött. A nagy kócsak a magyar természetvédelem címermadarává vált, tette hozzá. Véget ért a Focus on the Road elnevezésű országos közúti ellenőrzés, mely során az autósoknál a biztonsági jöv, gyermekbiztonsági rendszer, motorosoknál pedig a bukósisak megfelelő használatát figyelték a rendőrök. Tolna megyében több mint 70 szabálysértőre szabtak kibüntetést az egyenruhások. Jól látható, ahogyan a barna autósofőrje már a piros jelzés ellenére hajt be a kereszteződésbe. Ilyen és ehhez hasonló szabálysértőkre vadászott a rendőrség az új drón technológiának köszönhetően. A múlt héten tartották országszerte a Focus on the Road elnevezésű közlekedésrendészeti ellenőrzést, mely során többek között a biztonsági öv, gyermekbiztonsági rendszer, motorosoknál pedig a bukósisak megfelelő használatát figyelték. Emellett fókuszáltak arra, hogy a járművezetők figyelmét milyen eszközök vonják el, így például a kézben tartott mobiltelefon használatára, vagy egyéb elektronikai eszközökre kell gondolni. Országszerte kollégáim összesen 2132 olyan járművezetővel, illetve utassal szemben intézkedtek, akik a biztonsági jövüket nem használták. Tolna megyében újszerű módon drónt is bevetettek az ellenőrzések során. Ennek eredményeként összesen 69 sofőr és utas ellen indult intézkedés, mert nem megfelelően használták a biztonsági övet. Továbbá 9 embert figyelmeztettek vezetés közbeni telefonhasználat miatt. Olyan járművezető is akadt, aki dupla záróvonalon előzött, illetve olyan is, aki a tilos jelzés ellenére a piros lámpánál áthajtott a kereszteződésen. Az akció során kollégáim legfontosabb célja az volt, hogy a közlekedés biztonsági helyzetet javítsuk, hiszen Tolna megyében az utóbbi időben eléggé megnövekedett a súlyos sérüléssel végződő balesetek száma. A rendőrség megkér minden forgalomban résztvevőt a közlekedési szabályok betartására és az egymás iránti toleranciára. Legyenek előzékenyek és figyeljenek egymásra, hogy mindenki épségben hazaérjen. Regionális híreink következnek. Gyereket a magasba, a családalapítást népszerűsítették Kaposváron. A Slam Poetry ünnepe, különleges előadásokat hallgathatott a közönség. Teremtés hete az evangélikusoknál Pécsen, katolikus és evangélikus püspök beszélgetett az egyház természetéről. Gyereket a magasba. Ez volt a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom rendezvényének jelmondata. A család és a gyermekvállalás fontosságát hirdető esemény az országban 35 településen, köztük Kaposváron szervezték meg. A Somogy megyei kormányhivatal kaposvári központja előtt több tucat család kapcsolódhatott ki a hétvégén. A Három Királyfi, Három Királylány mozgalom rendezvényén különféle kézműves foglalkozások, barantás bemutatók és akadálypályák várták a gyerekeket, akik pecséteket szereztek, ajándékot kaptak. Nagyon-nagyon örültünk a meghívásnak, és hogy részt vehettünk. Nagyon. Nem csak a gyerekek, a szülők is szívesen jöttünk. 2, 1, gyereket a magasban!
Kaposváron több mint 70 gyermeket emeltek a magasba szombaton, pontosan 11 órakor. A néhány másodpercig tartó megmozdulás célja az volt, hogy minél többen álljanak ki a gyermekvállalás és a családalapítás fontossága mellett. Hiányoznak a rendszerből, a társadalomból a meg nem született gyermekek, illetve még az talán érdemes, hogy ugye 2,1-es születési rátát nagyon fontos lenne tartani, ahhoz, hogy a nemzet válságálló képessége megmaradjon. Ehhez képest mi még mindig csak az 1,4-1,7 között mozgunk, ugye nyugaton sokkal rosszabb a helyzet, szóval még van min dolgoznunk, hogy a gyermekvállalás az egy felhőtlen öröm legyen a társadalomunkban. Kaposvár mellett további 34 település csatlakozott a mozgalom kezdeményezéséhez, így egyszerre egy időben több ezer gyermeket emeltek magasba szüleik. A költészet, a rap, a színház elemei keverednek abban a műfajban, amit most ismerhettek meg közelebbről a kaposváriak. A slam poetry egy igazán fiatalos, könnyed, mégis kritikus önkifejezési módszer. Integes neki, lány, akiben szerelmes voltál egészen addig, amíg találkoztál vele. Ha Petőfi élne, szinte biztos, hogy esténként szlemmelne fiatal művésztársaival, mondták a szombati előadók, akik a hétvégén az ő emléke előtt is tisztelegve álltak színpadra. Az estet a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület szervezte, és hívta meg a Slam Poetry kaposvári képviselőit. Kicsit a költészetre hajaz abból a szempontból, hogy irodalmi jellegű szöveget írunk és azt adjuk elő, viszont nyilván az előadás jó volt, amiatt színházi elemeket is tartalmaz, és sokan szokták még a hip-hoppal, illetve a rappel összemosni, ez abból eredhet, hogy az utcanyelv, meg a szlengek, az erősen megjelenik benne, úgyhogy ezt a három dolgot, ennek a három dolognak a fúziójaként szokták emlegetni a slamet, de igazából egyik sem, azt szoktuk mondani, hanem ez egy ilyen különálló dolog. A Szabad Művészeti Seregszemlén korábbi kolléganőnk Cservölgyi Zsófi színpadra lépett. Őszinte tükörben őszinte én, őszinte trükközésben való én tükröződés. De mikor magad vagy, és a tükör előtt állsz, bőrén, sebezhetőn, mit látsz? Zsófi több éve foglalkozik már ezzel a műfajjal, a Művészeti Karona diploma filmjét is ebben a témában készítette. Ezzel együtt ez volt az első versenye, amelyen legmélyebb érzelmeiről tett tanúbizonyságot. Egy ilyen kis lelki kivetülés, fogalmazzunk így, nagyon izgulok, mert ez az első fellépésem, hogyha lehet így mondani. Nyilván, hogyha az ember a lelkéből merítkezik gondolatok terén, akkor azért az egy kicsit egy ilyen levetkőzés is a külvilág számára. Szóval nem egy társadalomkritikát fogalmaztam meg, mint amúgy az emberek szoktak, hanem így ez a lelkemnek egy szegmense, amit ma elő fogok adni. A slam poetry előadások mellett amatőr, improvizációs színházi darabok is várták az Együtt Árpád Kulturális Központ közönségét. Régóta hagyománya van a Bécsi Evangélikus Egyházközségnél a Teremtés Hete rendezvénysorozatnak. Ez a hét most a lelki egészség, a környezetvédelem, a természetvédelem és az állatvédelem jegyében zajlik majd. A hét indító alkalmával az egyház természetéről szerveztek beszélgetést. Felföldi László a Pécsi Egyházmegye katolikus püspökével és Kondor Péter evangélikus püspökkel, Ócsai Zoltán evangélikus lelkész beszélgetett. Több mint fél százan gyűltek össze a Pécsi Evangélikus Egyházközség Teremtés Hete rendezvénysorozat megnyitó programjára. Az eseménynek a felekezet pécsi parókiája adott otthont. A híveket és az érdeklődőket bevonzotta a katolikus és az evangélikus püspökökkel való beszélgetés. Szerintem az egyházaknak azon kell lenniük, hogy a személyes kapcsolatokat erősítsék, ahogy itt el is hangzott, hogy a mai világban annyira el vagyunk idegenedve egymástól, és ehhez hozzájárult ez a Covid időszak is, amikor el voltunk zárva egymástól, és csak online lehetett érintkezni egymással, és teljesen más egy személyes kapcsolattartás, mint akár telefonon, akár Skype-on vagy Messengeren beszélgetni. A gondolatébresztő beszélgetés témája az egyház és a természet címet kapta. A két különböző felekezetű egyházi vezető előadása, kommunikációja az együttgondolkodásról szólt, még akkor is, ha vannak különbözőségek a két egyház tanítása szokásai között. A két alapvető belső erő üzenet egyik az, hogy a két egyház találkozzon, a két püspök üljön le. Mi természetesen hivatalból találkozunk időnként, és ennek én örömmel
adtam helyet a sorsom, a másik, hogy én nagyon szeretek az emberekkel találkozni, hogy kérdezzenek, mondjuk el. Tehát egy kötetlenebb, nem liturgikus, nem kötött forma, sokkal szabadabb, sokkal természetesebb, és ez nagyon fontosnak tartom, sőt azt mondom, hogy ez nagyon hiányzik az életünkből. Egyetértés vagy vita, mindenben természetesen nem lehet egyformán gondolkodni, az egészséges vita pedig építőleg hat mindkét félre egy kommunikáció során. A vitákat mindig van valami vagy valaki, aki kiegyenlíti, mondta Kondor Péter, evangélikus püspök. Van valaki, akiben egyek vagyunk a Krisztusban. Ez a hívő emberek számára egyáltalán nem újdonság, tehát nem azt keressük már régen, hogy mi az, ami elválaszthat bennünket egymástól, hagyományokban, szokásokban. Egyébként ez nem csak a helyi felekezeteken belül érvényes, hanem a világ más részein élő keresztényekkel kapcsolatban is ugyanígy vagyunk, hiszen teljesen mások az afrikai, a távol-keleti szokások, tradíciók, a népek tradíciói, és nagyon sok mindenben nehezen tudjuk felvenni egymással a ritmust, azonban amikor Krisztushoz kerülünk közel, amikor a hitünk lényegéről van szó, akkor ez mindent felülír. A hétindító beszélgetést a két püspök között Ócsai Zoltán evangélikus lelkész vezette. A Teremtés hetén kézünves délután természetvédelem előadása generációk harcáról, éneklés, koncerte, kirándulás várja az érdeklődőket. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Indul a fűtési szezon, érdemes ellenőriztetni a kéményeket és fűtőberendezéseket. Egyre hűvösebbek az éjszakák, sokan keresik fel a hajléktalan szállót Szekszárdon. Specializált gép és járműgyártás, Dombóváron is bemutatkozott a Tolna megyei ágazati képzőközpont. Már a levegőből is figyelik a szabálysértőket, drónokat is használt a rendőrség az országos közúti ellenőrzésen. Csütörtökön fokozatosan csökken a felhőzet és átmeneti időszakokra kisüt a nap. Szorványosan, főként reggel és délután előfordulhat újabb eső, záporeső, néhol zivatar is lehet. Élénk délnyugati szél fúj, éjszaka is marad a sok felhő, és ekkor is számítani kell időszakos csapadékra. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!